Az esztendő legbensőségesebb időszakában újra ünneplőt öltött a gödöllői királyi kastély, hiszen 14. alkalommal hívták életre a novembertől december végéig tartó karácsonyváró programokat. A királyi kastély udvarán lehetőség volt az incsiklandozó illatú forralt borok kínálatából válogatni, emellett karácsonyi kirakodóvásár is színesítette az ünnepi hangulatú adventi kastélynapokat. Az események részeként december 14-én különleges élményben lehetett része azoknak, akik részt vettek az adventi flashmobban. Ennek az ötletgazdája Mátyás Evelin építőmérnök, aki arra gondolt, hogy alakít egy civil kezdeményezést térben névvel, amivel megpróbálja fölhívni az emberek figyelmét a család fontosságára, a család összetartó erejére. Ennek a civil kezdeményezésnek az én tudtommal legalábbis az első alkalma az a Török Ignác gimnázium egészségnapján szerepelt a programok között, amelyben a gyerekeknek a figyelmét próbálták a család fontosságára fölhívni különböző játékos feladatokkal. És úgy tudom, hogy a következő évre 2015-ben különböző tematikus alkalmak lesznek havonta Gödöllőn, amelyek mindenre próbálják fölhívni Gödöllő lakosságának a figyelmét. Az, hogy a mai közösének megvalósuljon, annak milyen lépésről lépésre való folyamata volt? Az Evelin ötletét megosztotta több énektanára, zenésszel, akik a városban működnek különböző iskolákban. A Fodor László Dixieland zenekara volt az, aki segítette ennek a Szentek mennybe menetele című műnek a főjátszását és ilyetén gyakorolhatóságát, és ehhez partnereket találtunk, a református gyülekezet, az evangélikus gyülekezet, a katolikus gyülekezet, illetve a Városi Vegyeskar, Szent Imre katolikus iskola, Erkel iskola kórus vezetőiben, illetve Vajda Gyöngyvérben, aki a magának a dallamnak is az ötletgazdája volt, a gyakorlati megvalósítás kötődött a Lacihoz, és hetente megbeszéltük, hogy ki hol tart, és merre, hogyan, miként, és így állt össze szépen. A flashmob megvalósításában Gödöllőváros szinte összes egyházi és világi kórusa részt vett. A több szólamú énekkar a Szentek mennybe menetele című keresztény gospel himnuszt énekelte a Fodor László tanítványaiból álló Dixieland kíséretében. A közös produkcióban részt vett Vajda Gyöngyvér vezetésével a Gödöllő Táncszínház is.
Fodor László volt a szakmai koordinátora az adventi flashmobnak, melyben szükség volt az irányításra, hiszen a majd 100 fős produkcióban 60 gyermek szerepelt. Igen, Gombos Viktoron keresztül Mátyás Evelin keresett meg, aki ennek az egésznek a szervezője volt, és rám bízta a szakmai részét, ez pedig az volt, hogy kitaláltunk egy számot, egész pontosan a When the Saints Go Marching-int, amit az általam tanított Dixieland zenekar már nagyjából 2-3 éve játszik, és akkor ehhez kellett hozzá hangszerelni, hozzáírni egy ilyen 80-100 fős kórusra, valami olyasmit, ami ne legyen túl nehéz, énekelhető legyen, és mégis jól szóljon. Ez volt az én dolgom, bepróbálni a kórusokkal ezt a bizonyos négy szólamok is hozzáírt kis szösszenetet, meg összerakni a zenekarra. Nem is volt előtte közös próba? Ez általában úgy szokott lenni, hogy ezt nem szokták összepróbálni közösen, hanem ilyen úgynevezett szekciónként próbáljuk be, tehát próbáltam az Erkel kórusával többek között, meg a Városi Vegyeskarral külön-külön, aztán próbáltuk az úgynevezett alapra, amikor szólt a zene, és arra énekeltük rá, és a helyszínen raktuk össze tulajdonképpen. Jónak tartja ön az ilyen kezdeményezéseket? Hát szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy egy ilyen városban ezt is lehet csinálni, már Gödöllőn a kulturális élet mindig nagyon jó szokott lenni. Most ezzel az újfajta műfajjal is feliratkoztunk, reméljük, hogy a jövőben is lesz meg ilyen. Annál is inkább, mivel a flashmoboknak a figyelemfelkeltés mellett társadalmi üzenete is van. A közös produkció végén mécseseket és kis kártyákat kaptak a vendégek. Hát, ahogy mondtam, ez a család, ami fontos, mindenki rendezze lelkében a családjában és a közvetlen környezetével a kapcsolatát. Erre próbáltuk fölhívni ezzel a kis mécsessel és a kis kártyával a figyelmet. A kártyákon Bőte Csaba ferences rendi szerzetes gondolatai olvashatóak. Nem az a fontos, ami eltelt. Nem az a fontos, hogy hitem, szeretetem lángja pislákol-e, kialudt-e. Hanem csak az, hogy van-e elég erő bennem az újrakezdéshez, a talpraálláshoz, hogy újból fellobogjak és égjek.